Minőségi oktatás a Győri Lukács Technikumban, az intézmény a szakképzési centrum egyik zászlós hajója. Ide is várják a jelentkezéseket még február 21-éig. Erről beszélt a Győr Plusznak a centrum kancellárja. Az országos tendenciákhoz hasonlóan nálunk Győrben is az elmúlt években a technikumi képzésnek a népszerűsége az folyamatosan nőtt. Azt gondolom, hogy ez nem véletlen, hiszen akik a technikumot választják, azok biztosan érettségit, szakmát, technikusi oklevelet fognak szerezni, és mellette nyilván könnyített feltételek, és ezzel egy lehetőség van számukra, hogy a felsőoktatásba is tovább tanuljanak, de a munkaerőpiac is nagyon nagy szeretettel várja technikusi oklevéllel rendelkező munkavállalókat. Ezen a területen úgy látom, hogy a kínálat egyre inkább igazodik a valós munkaerőpiaci igényekhez. Ez nagy öröm, hogy most már a szülők és a nyolcadikas diákok is látják, hogy mi az, amire itt a régióban szükség van, amivel könnyen el lehet helyezkedni, vagy éppen amiben tovább lehet tanulni. A technikumokba évek óta többszörös a túljelentkezés, mindig népszerűek a gazdasági jellegű, de a vendéglátóipari szakmák is Győrben. Az informatika, a járműgépészet, a gépészet, ezek ilyen folyamatos húzó ágazatok itt a régióban, elektronikával, egyéb műszaki területekkel kiegészítve, és azért megvannak ezek a stabil, szolgáltató oldali, folyamatosan keresett technikumi ágazatok is, mind a gazdálkodás, menedzsment vagy a vendéglátás, turizmus, építő ipar, amik nagyon vonzóak ezen a területen, vagy éppen említhetném a logisztika és a kereskedelem irány, is, és vannak feltörekvő ágazatok, ahol egyre nagyobb a népszerűség, és ennek nagyon örülünk, ilyen a kreatív ágazat, vagy ilyen éppen az épületgépészet ágazat az utóbbi időben, és ezek mögött is nagyon komoly, valós munkáltatói igények vannak, azt gondolom. Tehát talán a technikumi képzés területén nincs is olyan, ahol hiány jelentkezne a tovább tanulni vágyókban. A szakképzőiskolák viszont nehezebben töltik fel a teljes létszámot, annak ellenére, hogy a kétkezi munkákra felkészítő képzések biztos megélhetést ígérnek bárki számára. Akik a szakképzőiskolában tanulnak 3 év után, megszerezve a szakmát, ők is be tudnak kapcsolódni, és 2 év alatt technikumi képzésben érettségi vizsgát tudnak szerezni már felnőtt képzési jogviszonyban. Úgyhogy ez is hasonló lehetőségeket rejt, és ha megnézzük, hogy azért a kétkezi, mondjuk építőipari, vagy akár gépészeti szakmák iránt milyen hatalmas kereslet van, és milyen sok lehetőséget kínál, ez akár egyéni vállalkozóként, akár elhelyezkedve nagyobb cégeknél ez a későbbi boldogulásra, akkor azt gondolom, hogy ezek a szakmák is nagyon jó szívvel ajánlhatók, és reméljük, hogy minél több szülő és nyolcadikas diák érzi azt, hogy érdemes ezeket a kétkezi szakmákat is keresni és választani. A kancellár hozzátette, akár technikumban, akár szakképzőiskolában folytatja a tanulmányait a fiatal, már a kezdetektől támogatásban és rendszeres jövedelemben részesül, ösztöndíj vagy munkabér formájában.